A dél-amerikai Andok-hegységben élő népek gazdag népzenei anyagát gyűjti és adja elő a közönségnek a Los Andinos együttes. A Los Andinos a középső Andok zenét játsza, ez Dél-Kolumbiától Észak-Chiléig terjed körülbelül. De ezt nevezzük középső Andoknak. Ugye az Andok egészen Venezueláig felmegy, és egészen le a Patagóniáig, a Tűzföldig elhúzódik. Úgyhogy ez a középső Andok zenéje, aminek hát rengeteg vidéke van egy országon belül, tehát egy Perun belül is ugye több tartomány, több megye található az Andokban, és hát ezeknek azért vannak természetesen sajátos, tehát hasonlóságai. Támogatóiknak köszönhetően több tapasztalatszerző gyűjtőkörúton vettek részt a tagok Dél-Amerikában. A gyűjtőutunk az több volt, ezek a legrövidebb az 5-7-es volt, a leghosszabb meg fél éves volt, amikor mondjuk hát több vidékre elmentünk, azt mondjuk hogy tanulmányút, tehát ugye mindig kiszemeltünk egy-egy vidéket magunknak, és annak próbáltuk úgy feltérképezni a zenéjét, a hagyományait, hangszerkezési technikát, tehát ezeket. A zenekar hangszer repertoárja igen változatos. Húros, fúvós és ütőhangszer egyaránt megszólal benne. Egy észak-ekvádori zene az teljesen más hangszerek jelenleg, mint egy dél-perui zenéhez. Hát én játszom pegetős hangszereken, illetve a fúvós hangszerek egy részén. A régi stílus hangszerek, azok a fúvós hangszerek, amik már az európaiak megjelenés előtt léteztek, illetve az új keletű hangszerek, amik az európaiak közvetítésére került oda, vagy pedig olyan hangszerekben, amiket közvetítettek az európaiak, abból alakult ki már ott. Ezek főleg a pengetős hangszerek. A zenekar korábbi fellépésein más-más viseletben prezentálta a sokféle tájegységről összegyűjtött dalokat, de ez ma már nem jellemző. Most azt kiszemeltük, hogy most Közép-Ekvádornak a poncsója lesz rajtunk, egy Chimborazo nevű tartománynak a poncsója. Ezt ünnepkor szokták ezt a színes poncsót felvenni, azért mi is egy egységet, képet mutasson, tehát azért különböző vidékekről való poncsók. Ez most Chimborazo vidéke lesz, és annak a különböző színei láthatók a poncson, de a mintázata látszik, hogy ez egy vidékről származik. Az új helyi közönséget perui, bolíviai és ekvádori zenével kápráztatták el az andokiak.